A Délpesti Kórház továbbra is várja a 18. kerületi betegeket. Többek között erről fogunk beszélgetni a következő néhány percben dr. Ralovics Zsolttal, a kórház főigazgatójával. Üdvözlöm! Én is üdvözlöm Önt is, és a kedves nézőket is. Kezdjük talán onnan, ugye Önt nyár közepén, nyár végén nevezték ki a kórház főigazgatójának. Nagyon komoly ilyen jellegű tapasztalattal rendelkezik, tehát nem csak orvosi tapasztalatai vannak, hanem menedzseri tapasztalatai is. Összefoglalná egy kicsit, hogy eddig hol sikerült ilyen tapasztalatokra szert tenni? Igen, ugye előzetes pályázatot követően miniszter úr augusztus 1-jével bízott meg a főigazgatói feladatok ellátásával. Korábban intenzív terápiás szakorvosként dolgoztam, és már gyakorló orvos koromban is érdekelt a kórház működése, annak a felmérése, hogyan működik, hogy lehet ezt optimalizálni. Ezért először egy orvos közgazdász képesítést szereztem, később pedig egészségügyi szakmenedzser képesítést. A kinevezésem előtt a Bajcsi Zsilinszky Kórház finanszírozási és kontrolling igazgatójaként dolgoztam, illetve az előzetes időszakban, az elmúlt 2 évben sokat tevékenykedtem a főváros egészségügyi ellátásának újra szervezésén dolgozó munkacsoportban. Ugye a Délpesti Kórház az egy nagyon nagy kórház, nagyon nagy vonzáskörzettel, nagy területet lát el. Ez egy nagyobb szakmai kihívásnak számított, mint amit korábban csinált, vagy valami más miatt döntött úgy, hogy megpályázza ezt a posztot? Mindenképpen más, mindenképpen új. Remélem, hogy a korábbi szakmai tapasztalataimat tudom kamatoztatni. Egy új jellegű kihíváshoz új taktikával álltunk hozzá. Többes szám első szemébe beszélek, egy csapat felépítésén dolgoztam és dolgozom. Ennek keretében szeretnénk a kórház menedzsmentjét már részben megújítottuk, és részben szeretnénk a kórház működését felpörgetni, és a lakosság érdekében a lehető legjobb ellátást nyújtani, ehhez a szükséges feltételeket a nehéz anyagi helyzetek ellenére is megteremteni. Ezt tudnánk egy kicsit részletezni, hogy miben áll ez a szerkezetváltás, vagy munkaütemezésváltás, amit most önök felépítenek? Igen, ugye a pályázatomban is már vázoltam az elképzeléseimet. Az elképzelések 3 nagy stratégiai cél köré építhetők fel. Mindenképpen szeretnénk az orvos szakmai és ápolás szakmai tevékenység színvonalát tovább emelni. Szeretnénk a kórházi dolgozók körülményeit javítani és a dolgozói közérzetet javítani, és mindenképpen célunk a beteg elégedettségnek a javítása. Ez azt jelenti, hogy valójában hát a betegek mit fognak tapasztalni abból a változásból, ami most bekövetkezik a kórházban? A betegek reményeink szerint azt fogják tapasztalni, hogy egyrészt magasabb szakmai színvonalú ellátást fognak kapni, másrészt empatikusabb, jobbkedvű dolgozók fognak foglalkozni velük, jókedvű dolgozók. Ha foglalkoznak a betegek, akkor reményeink szerint ők is jobban gyógyulnak, jobban érzik magukat az intézményünkben. Ugye a beszélgetésünknek az egyik apropója az, hogy az ellátás rendszerében némi változás történt be. Az új törvény szerint ugye a betegeknek, hogy is van ez, hogy a Szent László és a Szent István kórházba kell bevinni a betegeket, viszont a Délpesti Kórház ugyanúgy továbbra is rendelkezésre áll, vagy hogy van ez? Ezt pont ezért nem kell. Szent István, Szent László kórház köteles fogadni a hozzáforduló betegeket az adott területről. A betegek továbbra is megválaszthatják, hogy hova mennek a betegek is, illetve a házi orvosok is megválaszthatják, hogy hová küldik a betegeket. Mi továbbra is szívesen látjuk a kerület betegeit. Az információim szerint az utóbbi években nagyon kedvező munkakapcsolat alakult ki a kórház dolgozói orvosai és a kerületben dolgozó házi orvosok, a kerület szakrendelője, illetve a kórház vezetés és az önkormányzat között. Magam is találkoztam már polgármester úrral, és beszélgettünk a kerület egészségügyi ellátását érintő kérdésekről. Másrésztről a betegek között is sokan vannak, akik eddig is igénybe vették a szolgáltatásainkat, személyes kapcsolat fűzi őket a kezelőorvosukhoz, nyilván ezt ők is szeretnék, hogyha ez fennmaradhatna. Mi továbbra is készséggel várjuk a hozzánk fordulókat, és igyekszünk a lehető legjobb szakmai színvonalú és leghumánusabb ellátást biztosítani nekik, lehető legrövidebb várakozási idővel.
Tehát akkor még egyszer elismételve, hogyha valakinek orvosi ellátásra van szüksége, akkor ugyanúgy fordulhat a kórházhoz, mint eddig, illetve ugyanúgy beutalhatja a szakot. Továbbra is fordulhat hozzánk bizalommal. Kérjük is a betegeket, hogy amennyiben problémájuk van, tiszteljenek meg a bizalmukkal. Adott esetben kérjék a házi orvosukat, hogy utalják be kórházunkba őket, illetve kérjük a házi orvos kollégákat is, hogy a korábbi jó szakmai kapcsolatoknak megfelelően továbbra is utalják be a betegeket a Jan Ferenc Délpesti Kórházba. Köszönöm, hogy beszélgettünk. Én köszönöm a lehetőséget.